Idén is a Magyar Nemzeti Tanács részesült a legnagyobb támogatásban, amint egy 24,7 millió dináros összeg egy részét az MNT működési költségeire fordítják, de a médiát és a kisebb regionális szervezeteket is támogatják. A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt években is, és ebben az évben is ebből az összegből, a tartományi támogatásból a társalapításában levő intézményeket támogatta, és fogja majd ebben az évben is támogatni, mind a kultúra, mind a tájékoztatás, mind pedig az oktatás terén társalapított intézményeinket. Különös tekintettel ebben az évben előtérbe fog kerülni a tájékoztatási intézményeknek a támogatása, hiszen még előttünk áll a népszámlálás. Szakállos Zsolt, tartományi nemzeti közösségi titkár reményei szerint a nemzeti közösségek jogai a jövőben még magasabb szinten érvényesülnek. A nemzeti tanácsok egyszerűen mindenben valójában részt kell, hogy vegyenek. Tehát az egész politikai életben egy fontos tényezőt képeznek, mivel tehát azokon a hatáskörökön kívül, amelyeket a törvény biztosít nekik, fontos, hogy véleményt nyilvánítsanak minden olyan folyamatban, ami valójában az országon belül lejátszik. Természetesen az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, azok olyan területek, amelyek hatványozottan kiemeltek. A támogatást az év folyamán négy részben utalják át a kisebbségi önkormányzatoknak. Za Vojvodinu je očuvanje zajedništva ključni prioritet. A to znači da većinski srpski narod i nacionalne manjine koje zajedno žive uvek posebno u teškim vremenima moraju čuvati zajedništvo, unapređivati ga. A naš zadatak u pokrajinskoj vladi je da pokažemo snažnije iz godine u godinu privrženost toj politici. A tartományi kormány már több éve pénzeli a nemzeti tanácsok munkáját. Idén a szlovák nemzeti tanács 6,3, a román 4,2, a horvát 3,75, a bunyevác pedig 2,6 millió dináros támogatásban részesül.